nézzük meg a két csapat összeállítását. Ugye először, ahogy illik, ugye a FTC keretét nézzük meg. Ugye, ahogy már említettem, nincsen meglepetés Nyéki Balázs keretében. Szakonyi, Dusán, Pól, Varga, Argyropoulos, Eduardo, Fekete, Vigvári, Nagy, Varga, Jansik, Molnár, Nagy Ákos és a kapuban Fogel Soma. És akkor nézzük meg Szobodan Nikic vezetőedző keretét, hogy kiket nevezett ugye a Vasas csapatába. Lévai, Strainje, Nikolá, Szava, Rogács, Tasi, Dala, Burján, Lakatos, Bátori, Bedő, Batizi, Zerénvári és Mizsei. És hát ugye nyilván ugye Tasi és Rogács ugye nyilván a sérültek miatt vannak ott és kapnak játék lehetőséget, de hát nyilván okkal vannak itt, bizonyíthatnak majd, hogy itt van a helyük a felnőtt csapatban. Gyors, Brasovics ellövi, de elég pontatlan a lövés, viszont ebből meg tud úszni a Ferencváros. Argyropoulos kapja teljesen üresen, Dalai ezt oda Argyropoulos Zitzerben, és bevágja. Fekete, Varga, Fekete, eltett labda a hosszú oldalra, és Molnár Erik a kapufától lövi be. Mizseinek nem volt esélye. Zerénvári, Bátori, az egy lövőhelyzet neki, ott a gól, Bátori! Nézzük a Vasas második ember előnyét. Bátori, Zerénvári, Burján, Brasovics, vetett labda a fához, Nedovics pedig nagyon szépen kilövi a rövid magas. Énes, Brasovics támadja őt, Mandic, Varga Dénes, Mandic faltot akar kiharcolni, és egy hatalmas bombagól. Varga, Argyropoulos, Mandic belép, Mandic, hatalmas gól a rövidben, és Batizi harcol ki emberelőnyt, az ítélet megint megvan. Kéne lőni Brasovics, Burján, nagyon éles a szög, bepattintja Burján! Letett labda centerbe, egyértelmű volt a kiállítás ténye. Nézzük a Ferencváros emberelőnyt. Nagy Ákos betett labda a fához, és Fekete Gergő lövi be. Emberelőny, 3-3-ban állnak fel. Dizomma, Mandic, Dizomma, Vigvári, és kapással vágja be. 4 másodperc, Dalának a betett labda, Dala! A rövid oldal! Mandic, Varga Dénes, már csak 6 másodperc, Mandic, és be tudja vágni a rövidbe. Emberrel a nyakán Mandic, és ez neki a harmadik gólja, ezzel ő a legeredményesebb játékos. Dedovic, Brasovic, Bátori, Brasovic, nagyon szűken és mélyen védekezik a Ferencváros, de Brasovicot! Ez kevésbé sem zavarja, remekül lövi el a blokkok és a kapus között. Ezzel zárkozik 2 gólra. Vigvári, egy fontos eszköz még hiányzik. A labda. Valószínűleg fel kell majd állni még egyszer a ráúszáshoz. Labda nélkül egészen biztosan nem fog elkezdődni a harmadik negyed.
játszom ma. És hát ott folytatódik a játék, ahol abba maradt. Pikáns összecsapásokkal Varga Dénes, Mandics. És a blokk fölött rakja el a labdát. Egy újabb ferencvárosi emberelőny, Varga. Betett labda a szélére Jansiknak. Mandics. Ergiropulos. Jansik a szélén. Mandics. És a blokkról megy be a lövés. Mekes a megoldás. Közben egy labda nélküli kiállítás. Nagy Ákos áll ki. Rányelovics. Dala, Dala, nagyon éles szög, nagyon szép gól! Dala döme! Dala, Gúrián. Lakatos, nagy gól! Lakatos Soma! Mandics. Varga. Varga lóba. Varga Dénes talál be. Burján szaporázza a tempóit. Burján. Bizoma pedig kiáll a sapkafogásért. Burján. Talán edőlet volt egy pillanatra, de nem kapta a labdát. Burján bepattintja a rövidbe! Burján Gergely! Mandics. Higvári, Marga, Argyropoulos, Fekete, és bent teljesen dősen Bizomba, Dedovics, Burján, Dala, hatalmas lóvág, Dala, Burján visszakapja, nagyon éles a szög, közben kiegészül a Ferencváros, és Dedovics bombája pedig elkerüli Fogel kapuját. Kár érte, hogy sajnos nem tudtuk egy jó lövéssel zárni ezt az emberelőnyt, de még mindig hátra van 2 perc. Bol kapja középen. És Bol Zoltán találatával megvan a 4 gólos különbség a 2 csapat között. De visszapattan a Fradihoz a labda. Varga Dénes. Varga Dénes a fához. Fekete, ő pedig bevágja a hosszú laposba. Bizomba áll ki, és egy utolsó emberelőny a Vasas részről, meg lesz a 10. találata a Vasasnak. Burján vetett labda a fához, és gyönyörű Zerénvári gól.